Eseménydús volt a nyár a haladásvélyesek kézilabda szakosztálya számára. A táborozás során mintegy 100 gyermek mozgását biztosította az egyesület, majd a korosztályos csapatok elkezdték az alapozást és a felkészülést. A legutóbbi hétvégén elindult a pontvadászat is. Most már, ahogy látod, igen, az U14-esek is megkezdték a fordulókat, úgyhogy ők is becsatlakoztak, már csak az U12-esek maradnak még, akiknek kicsit később indul a szezon. Az U14-es bajnokság torna jellegű lebonyolítása idén sem változott. Fordulónként egy-egy helyszínen több csapat körmérkőzéses formában játszik. A szombathelyiek mellett ezúttal a Sárvár, a Celldömölk, az Ajka és az Éles kézilabda iskola csapott össze izgalmas mérkőzéseken. Valamennyi klub számára fontosak ezek a találkozók, a haladás legfőbb célja a folyamatos fejlődés. Nem érdekel a számszerű eredmény, hogy mindegy, hogy 30-10 vagy 15-19, hanem az számít, hogy ezek a gyerekek tényleg technikailag, taktikailag csapatszinten fejlődjenek, úgyhogy ez a célunk a jövőre. És egy kicsit idéntől annyiban nehezebb, hogy az MKS hozott egy olyan szabályzatot, hogy a gyerekbajnokságban csak és egy kivételesen egy bajnoki korosztályra lehet játékengedélyük, úgyhogy most pont úgy vagyunk, hogy bár edzenek 20-valahányan, a 14 meg a 15 is, de csak ugye egyik bajnokságban tudnak elindulni. A haladás fiataljai a Sárvárt 23-6-ra győzték le, az Éles Akadémiától pedig kielezett mérkőzésen 28-21-es vereséget szenvedtek. Az idősebb korosztály számára nagyobb kihívásokat tartogat ez az idény, az osztályváltás miatt kiemelt akadémiák és utánpótlás képző műhelyek csapataival mérkőznek hétről hétre.